Igaz, hogy megnéztem tegnap, amikor nálunk volt most 23, akkor néztem meg, Svédországban volt 15. Októberben. Hát ilyen sose volt. Soha. Októberben soha. Tudjátok, mikor volt ilyen idő? Máltán voltunk. Máltán voltunk 2006 környékén, és akkor volt ott ilyen idő. Tehát Máltán. Októberben ilyen tájt voltunk, és akkor volt ilyen idő Máltán. Tehát most máltai idő van. Megnéztem Grönlandon, tegnap eső esett. Dél-Grönlandon. Eső. Hóhelyett eső. Tegnap. Tegnap, mikor nálunk 23 fok volt, mondom, ránézek a időkép.hu-ra, hogy hol hány fok van. És Grönlandon, észak, tehát Dél-Grönland, csücskén, de hát ott mindenütt hó van fölötte. Eső esett. Grönlandon. Képzeljétek el. Tehát nagy gondok lesznek emiatt a meleg miatt, mert ugye az a probléma, ha megnézitek, hogy honnan jön a hideg. Északról mindig. De ha északon nincs hideg, nem tud jönni hideg. És ahogy a észak egyre melegszik, nem lesz nálunk hideg. Hát nem lesz hideg. Érted? Nem lesz hidegbeáramlás. És azt tudjátok, mit jelent? Az azt jelenti, hogy elkezd olvadni a sarkkör. És olyan rohamosan fog emelkedni a vízállás, a tengerek vízállása, hogy lesz egy másik népvándorlás. Persze. Hát egy csomó terület víz alá kerül. A földön. És elindul egy menekült. Tehát egy olyan menekült, ahol menekülnek a víz elől. Hát minden olyan hely, minden olyan helyről menekülnek, ami tengerpart. Tehát a tengerpartok fognak megemelkedni. Az nem, hát mi nem vagyunk veszélyben, mi magasan vagyunk. Hát mi 100 méter magasság, 100 méter fölötti magasságban vagyunk. Az magas. Így van, sokan ide fognak jönni. Már sokan költöznek. Például Hollandiából rengetegen költöznek Magyarországra. Már még a 2000-es években költöztek már. Így van, hollandok. Az Egyesült Királyság eltűnik? Hát az, annak a jó része az eltűnik onnan. Így van. Hát onnan is jönnek szerintem, meg az angolok nagyon sokan, hát mondjuk hiába mennek Majorkára, ott is van, víz van körülöttük. Hát ugye, hát hogyha az északi sarkon van, akkor a déli is fog. Ez nem kérdés, ugye ott van a legtöbb jég a déli sarkon. És ez fölgyorsítja az eseményeket, mert óriási katasztrófákat fog előidézni, és ez nem csak víz áradás lesz a tenger, hanem levegő áramlási problémát is fog a bolygó jelenteni, ami azt jelenti, hogy óriási mértékű olyan problémák lesznek, amilyen ilyen vihar, árvízzel, esővel kapcsolatos problémák. Mert ami azt jelenti, hogy nem, tehát több víz fog elpároglogni a bolygóról. Tehát ha, mert nagyobb a vízfelület, nagyobb, több víz párolog el, több hő érkezik a bolygóra, és óriási esőzések várhatók ebben kapcsolatban. Ami azt jelenti, hogy óriási áradások. Na most ugye, mivel ugye az áramlásokkal is gond lesz, a bolygón lévő levegő áramlásokkal, ezért még több tájfún, meg tornádó lesz, meg cunami lesz, így van. Hát jó, de a cunami az elsősorban a földrengések következménye, tehát a nagy cunamik, az a nagy cunamik a földrengések, tehát hogyha mondjuk viharból származó cunami, az nem olyan nagy. Tehát a viharból származó cunami az csak pár méteres hullámokat idéz elő, de ugye a földrengés az, ami óriási, ami ilyen 15 méteres hullámokat is elő tud idézni. Tehát ami azt jelenti, hogy az is elég, hogyha mondjuk vannak 3-4 méteres hullámok valami óriás viharok következtében, mert az is, én láttam például az Adrián olyat, hogy ugye töltés van az Adriánál,
végig, és simán átment a töltésen a hullám, és bement a lakóházak közé. Tehát volt olyan vihar, pont ott voltunk, hogy a töltésen, ami a tenger körül van, átment a hullám. Tehát hiába csinálnak bármit, mert mit tudom én, jön egy óriási vihar, és akkor vannak 3-4-5 méteres hullámok, érted? És arra nincsenek főkészülve, az átcsap a töltéseken. Na szóval, úgyhogy vannak itt olyan kilátások. Most gondolj bele, hogyha az embereknek menekülniük kell a tenger miatt, kiveszi meg azt az ingatlant? Senki. Ami azt jelenti, hogy nem tudja az ingatlanját eladni. Érted? Mert a kutya nem fogja megvenni, mert az víz alá kerül. Na most, akkor lehet azt mondani, hogy majd úgy költözhetnek el, hogy segélyből. Azt meg kifizeti meg. Akik dolgoznak máshol, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ez már egy komoly életszínvonal csökkenést fog jelenteni a bolygón. A bolygón. Értitek? Egy hatalmas életszínvonal csökkenést fog eredményezni a bolygón. Mert miből fogják finanszírozni a menekülteknek az elköltözését? Érted? Miből? Mert hiába akarja eladni az ingatlanját, senki nem fogja megvenni. És gondolj bele, városok fognak víz alá kerülni. Azt az ingatlant senki nem veszi meg. Tudom, mindenki menekülni fog. És ez, hogyha ilyen melegek lesznek, itt kopogtat. Hát figyeld, a milliárdosok a bolygó lélekszámát valami 800 millióra akarják csökkenteni. Vagy 500-ra? Jó. Az 5G az alkalmas rá, és az embereknek mindenféle egészségügyi problémáik lesznek. Hát eleve ott kezdődik, hogyha fokozódik az egészségügyi probléma, akkor nincs egészségügyi ellátásra. Itt kezdődik. Mert leépítették az egészségügyi ellátást. Ez se véletlen. Hogy fogják gyógyítani azt a sok embert? Nem tudják. Nem lehet. Nincs egészségügyi ellátás rá. Szétverték az egészségügyet. Persze. Így van. Ami azt jelenti, hogy az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. Tehát mondom, mindent nézzetek meg. Szépen sorba. Komoly problémák lesznek. Tehát ilyen, hogy 12 fokkal magasabb az átlag hőmérséklet most, mint kellene lenni. Hát ez azért csúcs. És már mikor volt utoljára eső? Hát össze kéne lenni esőnek. Hát már mióta nincs eső, nézd meg. Hát nem volt eső. Az elmúlt, mit tudom én, mi volt az a kis eső, ami volt? Semmi, az nudli. Nincs eső. Mi lesz jövőre a mezőgazdasággal? Hát az őszi vetés nem kell ki, ha nincs eső. Persze, máshol megtermelik aranyáron. És ez most nem pessimizmus, ez realizmus. Ez tényleg realizmus. De ez mind a mi malmunkra hajtja a vizet. Minden probléma az, ami malmunkra hajtja a vizet. Minden probléma. Tehát minden természeti katasztrófa, minden, amit el tudsz képzelni, népvándorlástól kezdve minden mi malmunkra hajtja a vizet. Hát nézd meg a beteg emberek, akik ilyen gyógyíthatatlan beteg, ha nem annyira, tehát nem annyira csökkent képességű, szellemileg elmaradott, érted? Akkor mit csinál? Akkor keresi a szellemi utat. Keresi a szellemi megoldást.
Mert csak, olyankor már csak az van. Ez mikor zuhan a repülő, akkor sincs fizikai megoldás, nem? Hát akkor csak szellemi megoldás van. Akkor Istenem segíts van. És akkor lehet, hogy ő túléli. Lehet, ő lesz az egyetlen túlélő. Mert ugye mondhatja bárki, hogy szerencsé. Mit tudom én, most miért kell ilyen pessimista dolgokról beszélni? Mert szokták olyankor, mikor pessimista dolgokról beszélek, de hát basszus kucs, ránézel a időképre, és látod, hogy hol milyen hőmérséklet van. Milyen pessimizmus ez? Ez realizmus. Hát hol? Októberben hol kéne 15 foknak lenni Svédországban, érted? Hát ilyenkor már havazni kéne Svédországban, októberben. Meg ott ugye az északi sarkör környékén, érted? Hát már havazni kéne. Erre mit csinál? 15 fok van. Hát hol? És ez a normális? Hát ha valaki azt mondja, hát ez pessimizmus. Hát ez nem pessimizmus, ez nézd meg, ha nem hiszed. Hát ez így van. A Grönlandon esik az eső. Hát! Érted? Most gondolj bele, mondok egy példát. Mit tudom én, van akik már átlátták, hogy a tenger emelkedni fog. Ezért költöznek, még időben még el tudja adni az ingatlanját. De a legtöbb nem fogja ezt csinálni. A legtöbb mikor akar majd elköltözni, mikor elárassza őket a víz. Érted? Vagy már egyértelműen nyilvánvalóvá válik, hogy nincs más lehetőség. Érted? Hát így működnek az emberek. Néhányan, egy páran, egy kis százalék átlátja, egy nagy százalék meg megvárja, hogy oda jusson. És akkor nincs telenné válik, mert gyakorlatilag nem tudja eladni az ingatlanját. Hát most mit csinálnak a hollandok? Fogják, elköltöznek a hollandok, az beköltöztetik az afrikaiakat. Az afrikai meg annyira tudatlan, hogy fogalma nincs, hogy el fogja árasztani azt a területet a víz. Érted? És akkor büszke arra az afrikai, hogy ő beköltözhetett, megvehette a hollandnak az ingatlanját. A holland meg röhög a markába, hogy apám, ennyi eszed volt? Mikor, mit tudom én, 10 éven belül, vagy x, lehet, hogy pár éven belül el kell onnan költözni. Hát nézd meg, hát Angliába is tömegesen mennek be a nem fehérbőrűek. Tömegesen. Költöznek el. Azok meg költöznek el, persze. Igen, így van. Hát gondolom akkor... Hát a hollandoknál már a külföldi nagyobb, tehát a színesbőrű nagyobb létszám, és Angliában is már olyan fele-fele. Igen. Tehát most nem a fehér beköltözőkről van szó, hanem a színesről. Így van. A színesről. Hát persze, ők nem hallottak életbe olyanról, hogy emelkedik a víz, érted? És a nagy része az víz alá kerül, hát nem hallottak róla. Hát olyan, hogy London, hát nem is nagyon lesz. Ez 10 milliós város. Hát jó, de mivel fognak közlekedni, hajóval? Mert magasabban lévő részek, azok szigetek lesznek. Nem a világ más részei. Ja, a világ más részei? Így van, ez fő fog érteklenülni, persze. Így van, mert a világ népességének én nem tudom hány százaléka él a tengerpartokon, képzeljétek el. Egy jelentős százaléka. Egy nagyon jelentős, én nem is gondoltam, mikor ezt hallottam a múltkor, hogy nem is tudom hány százaléka él a tengerparton. És az mind mehet a csodába. És akkor arról nem is beszélve, hogy hány olyan terület van, ami tengerszinten vagy tengerszint alatt van. Ahol például a folyókon visszajöhet a tenger. Na most gondolj bele, most olyan helyek, ami gyakorlatilag szárazföld, és vonatokkal, meg autóval közlekednek. Na most azoknak egy része az sziget lesz, ami feljebb van. Na most, gondolj bele, olyan helyeken, ami alacsonyan fekszenek viszonylag. Hát egy csomó sziget lesz. Magyarul eddig autóval közlekedtek, majd hajóval. Az autóját dobhatja ki a kukába, érted? És vehet hajót, mert hajóval fog tudni közlekedni. Érted? Na most a lakosság nagy része
kidobhatja az autóját, és vehet hajót. Miből fogja megvenni? Így van, nem fog tudni termelni, érted? Mit termel? Ugye a termelő területek azok mindig az alacsonyan fekvő termelő területek. A magasan fekvő termelő területek nincsenek. Nagyon kevés magasan fekvő termő terület van a világon. A termő terület az mindig alacsonyan fekvő. Tehát általában a termő terület az mindig a völgyek. Azoknak egy része az víz alá fog kerülni. Halászat. Termő területek, igen, halat halászhatnak majd. Na most, de gondolj végig, akik eddig földet műveltek, most meg majd halászhatnak. Ért hozzá? Nem, ő a földműveléshez ért. Hány év, mire megtanul halászni? Ugyanaz, hogy hány év volt, hogy Magyarországon az emberek megtanultak megint földet művelni. De ez megint nem negatív gondolkodás, ha megnézed, ez gondold végig, realitás. Ez teljesen realitás, és az emberek mit sem gondolnak erről. És költöznek olyan helyeken, hogy milyen szép a kilátás, meg milyen jó, hogy gyönyörkedhetek a tengerpartba. Hát az olyan helyeken, ami tengerszint alatt van, és most nincs, hogy hívják, nincs ott tenger, mert ugye nem tudod sehonnan bejönni oda a víz. Hát az annak a nagy része víz alá fog kerülni. De hát ennek így kell lenni, mert az embernek meg kell, hogy jöjjön az esze. Hát ennyire. Hát miért? Hány embernek jön meg az esze? Még azoknak se jön meg az esze, aki azt gondolja, hogy megjött. Én csak tegnap úgy fogtam, azt ránéztem a időképre. Hát, hogy úgy Magyarországon milyen időjárás van, és akkor néztem, hogy távolabb, Közép-Európában, mondom, akkor menjünk tovább. Európa, hát akkor menjünk tovább, nézzük meg a világ hőmérsékletét. Elég furcsa számokat láttam. De az időképnél lehet így, nem is tudtam, hogy így lehet kibővíteni az egész világra, hogy hol, hány fok van. Még az is furcsa volt, hogy éjszakai egyenlítő, Indiában éjszakai egyenlítő 12 fok, 15 fok. Éjszakai egyenlítő, ugye mert az a föld túloldalán van, ott éppen éjszaka volt, itt meg nappal. Hát az meg így nekem furcsa, de kevésnek tűnik.